A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőit. Ahogy azt már megszokhatták itt az ünnepi időszakban, napról napra jelentkezünk ünnepi beszélgetésekkel, és ez az alkalom jó lehetőséget teremt arra is, hogy egy kicsit értékeljük az esztendőt, és előre is tekintsünk a 2023-as évre. Stúdiónk vendége Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a televízió nézőket. Mindig ilyenkor egy kicsit az ember azon döbben meg, hogy milyen gyorsan elrohant az esztendő. Rövidnek tűnik, ugyanakkor, amikor így visszatekintünk, azért az is kiderül, hogy nagyon mozgalmas volt számos programmal, eseménnyel, rendezvénnyel, kihívással, eredménnyel. Hogy látja a 2022-t? Valóban, és pont ezért telt egy gyorsan, mert hogy ennyi feladat és program volt, de talán 2021 évvégén sokakkal azt beszéltük, hogy talán ennél nehezebb, vagy annál nehezebb év nem lehet, mint 2021. Covid és egyéb sok minden más terhelte azt az évet is. Hát aztán be kellett látni, hogy 2022 sok más tekintetben pedig nehezebb volt, mint 2021. Ugye az én általam felügyelt területeken is nagyon-nagyon sok féle kihívás volt, akár a szociális területen, akár a városüzemeltetés, közlekedés tekintetében igyekeztünk megfelelni, elég ha csak nyilván alapvetően a február végi háború kirobbanása miatti menekült válságra, ha gondolunk, hiszen ott nagyon gyorsan kellett az intézményeinkkel közösen cselekedni, hirtelen több száz menekültet fogadtunk be és szállásoltunk el, és aztán hónapokon keresztül segítettük az ő ittlétüket, vagy aztán nyilván tavasszal ugye nagy bizalommal készültünk egy új menetrend bevezetésére, amely egy igen széles társadalmi elfogadottságot is kapott, akár a rengeteg lakossági fórum, akár az egyéb társadalmasítási felületeken, és aztán szerettük volna augusztus 1-jel bevezetni, de hát aztán nyáron már látszott, hogy nagyon nagy gond lesz az energia és az infláció és egyéb más tekintetében. És hát már július közepétől már a kollégákkal hosszú órákat ültünk az asztal mellett, és kezdtünk el számolni, hogy mit is fog ez jelenteni az ősz folyamán a város egészére, az intézményeinkre, a cégeinkre. Úgyhogy nagyjából a nyár is ezzel telt, és hát nyilván ősszel pedig gyakorlatilag egy újabb válságkezelés történt. Meg kellett vizsgálni, melyek azok a szolgáltatások, amelyek mindenképpen fenn kell tartani és biztosítanunk kell, ahhoz mennyi forrás szükséges, és aztán így mentünk tovább, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyek ugyan fontosak, de nem szükségesek a mindennapi élethez, azokat hogyan tudjuk korlátozni. Úgyhogy hát sok tekintetben nagyon kemény év volt a 2022, tanulságos is, és azt gondolom, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy a város ismét megmutatta, hogy milyen komoly összefogással tud átvészelni ilyen időszakot. És hát azt gondolom, hogy nem tévedek akkor nagyot, ha azt mondom, hogy még nem értünk ennek sajnos a végére. Nagyon nem látjuk még, hogy mit hoz majd a 2023. Úgyhogy kihívásokkal, örömökkel, bánattal, sok mindennel teli volt 2022. Mondhatjuk azt, hogy válságmenedzsmentből azért komoly kiképzést kaptak, hiszen azért olyan helyzetek voltak ebben az esztendőben is, amire mondjuk nincsenek ilyen tankönyvi megoldások, hogy most fölütök valamit, és akkor a hatodik fejezethez lapozok, hogy akkor te háborús helyzetben elszabadult energiaárak mellett mit tudsz tenni. Hát valóban, és gyakorlatilag a teljes eddigi ciklusa is ez vonatkozik, hiszen 19 őszén választottak bennünket újra, 2020 tavaszán, márciusában pedig már jött a Covid, amire szintén nem volt semmilyen forgatókönyv. Ez végigkísért gyakorlatilag másfél évünket, és aztán jött 2022, ami pedig szintén új forgatókönyveket igényelt, hiszen nyilván olyan döntéseket kellett meghozni, amit hát egyáltalán nem jó szívvel
hoztunk meg és terjesztettünk a közgyűlés elé, akár az intézmények tekintetében, akár bizonyos szolgáltatások tekintetében, de muszáj, hiszen nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy az intézmények működjenek, bölcsödék, óvodák, szociális intézmények nyitva legyenek és tudják fogadni az ellátottakat, nyilván az alkalmazottaknak bért tudjunk fizetni, és hát nyilván tudjunk fűteni és világítani, ami pedig nagyon fontos kérdés. És hát nyilván a kollégákkal sokat küzdöttünk is azon augusztus-szeptember fordulóján, hogy hogyan, milyen módon szerezzük be például a különböző intézményekbe, létesítményekbe, a cégeknél az áramot, a gázt, aztán majd később jött ugye a távhő kérdése, úgyhogy ezek nagyon komoly összetett problémák voltak, és hát nyilván azért energiaszakértők nem vagyunk, bár sokat tanultunk kollégákkal együtt az elmúlt hetekben, hónapokban, de nyilván itt a tőzsdei áraktól elkezdve a napi árfolyammozgáson keresztül sok mindent kellett figyelembe venni akkor, hogy adott pillanatban lemerjünk-e szerződni az adott szolgáltatóval mondjuk következő 11 hónapra, hiszen nyilván korábban éves szerződéseink voltak áramra és gázra, most nyilván 2022 második felében azért senki nem tudta megmondani, hogy jó-e, hogyha egyébként azon az áron mondjuk egy 12 hónapos szerződést kötünk áramra és gázra. Így ezért próbálkoztunk több módszerrel is, különbontottuk a kisebb és nagyobb épületeket, létesítményeket, intézményeket. Hát majd aztán nyilván utólag eldől majd, hogy mikor és milyen minőségi döntést tudtunk hozni. Egy biztos, szerencsére a jövő évben is minden intézményünknek és minden szolgáltatásunkban lesz energia, áram és gáz, ezekre szerződéssel rendelkezünk, úgyhogy biztosított a üzemelés és a működés. Gondolom, akkor a stabilitás az mindenképpen egy hívószó volt. Valóban, ez volt a legfontosabb. Nyilván nagyon sok nem kötelező feladatról kellett lemondanunk, remélhetőleg csak átmenetileg, hiszen nyilván még egyszer az intézmények biztos működése, illetve a bérek kifizetése az elsődleges. Szoktam mondani, hogy minden, a fölött pedig egy pici apró ajándék, amit még tudunk biztosítani. Nyilván akár a sport, akár a kultúra, akár más úgymond nem kötelező feladat tekintetében kellett döntéseket hozni, de azt gondolom, hogy ezek szerencsére még egyszer csak átmeneti döntések, és bízunk benne, hogy tavasztól már sokkal jobb helyzet lesz majd. Visszakanyarodnék egy kicsit az összefogáshoz, amit pont a februári helyzet kapcsán említett ki, hogy az egész város, az egész közösség, mondhatjuk azt, hogy összefogott, hiszen az intézmények, a város az megteremtette a segítséget, ugyanakkor azért az itt élők is fontosnak és feladatuknak érezték ezt. Valóban én itt is szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, aki bármilyen segítséget adott az Ukrajnából érkező menekültek számára, akár itt helyben, vagy éppen egy gyűjtés tekintetében kint Ukrajnában, hiszen nagyon sokan civilek, magánszemélyek szerveztek gyűjtés és vittek ki Kárpátaljára nagyon sok adományt. Ezek gyakorlatilag létszükséglet volt az ő számukra, hiszen nyilván őket is váratlanul érte ez a helyzet, és az ott élők abszolút nem tehetnek arról, ami még a mai napig sajnos zajlik a szomszédos országban. És hát nyilván nekünk is különböző pénzügyi döntéseket is meg kellett hozni, hiszen nyilván február 24-én reggel még nem tudhattuk, hogy egyébként hány menekült érkezik, mennyi ideig lesznek majd itt. Azért is voltunk ebben bizonytalanok, hiszen már akkor is több mint 1000 ukrán munkavállaló dolgozott Székesfehérváron. Egy részük kárpátaljai, magyar, egy részük pedig belső Ukrajnából ukrán nemzetiségű dolgozó. Elsősorban az ő családjaik érkeztek egyébként Székesfehérvárra. Nyilván a cégekkel, vállalatokkal közösen próbáltunk elhelyezést biztosítani számukra. De hát nyilván azért azok a szociális különbségek, amelyről azt gondolom, hogy semmi, sem ők nem tehetnek, azért volt bennünk kétség, hogy ez milyen okoz-e majd társadalmi feszültséget. Szerencsére nem okozott kisebb problémákon túl, azt gondolom, hogy nyugodtak lehettünk, hiszen nem volt probléma. Én szeretném külön az Alba Bástya központ munkatársainak megköszönni, akik tényleg mindent megtettek, akár adományban, akár szakember biztosításában, a tekintetben, hogy az átmenet az amennyire csak lehet nyugodt legyen a családok számára.
Már márciusban egyébként itt született baba is a menekült családok között, baba is aztán a tavasz folyamán, tehát nagyon sok rétű feladatot kellett ellátni. És hát nyilván az első időszakban nagyon sok kérdés merült fel, akár az ő orvosi ellátásuk tekintetében, akár a menekült státuszuk biztosítása tekintetében, tehát nagyon széleskörű ügyintézést is kellett számukra biztosítani. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy akik Székesfehérvárra érkeztek és a háború elől menekültek, őket el tudtuk látni. És talán akkor senki sem, nem, tehát biztos, hogy nem gondolta senki, és azt remélte, hogy ez mondjuk 2022 év végén már nem lesz téma, és hogy nem fog ideig eltartani a háború, ami nyilván nagyon sok minden mást is magával hozott. Hát valóban nyilván ezt senki nem gondolta, hogy mondjuk ez egy nagyon rövid háború lesz majd, vagy akár tovább eszkalálódhat a történet, és hát még mindig nincsen sajnos vége. De hát nyilván ezzel kapcsolatos uniós és egyéb más döntések azért az élet minden területére kihatnak. Akár az infláció, akár pedig nyilván az energia árrobbanása kapcsán ez nagyon-nagyon komoly problémát okoz egész Európában, így természetesen Magyarországon is. Pláne úgy, hogy egyébként mi aztán Magyarországon tényleg abszolút nem tehetünk arról, hogy mi történik Ukrajnában, és nem is tudjuk egyébként megváltoztatni ezt a helyzetet. Mégis egyébként többek között a székesfehérvárjáknak kell ezt az árat megfizetni, ami sok esetben azért súlyos, hiszen nyilván akár a szolgáltatások, akár egyéb térítési díjak esetében kénytelenek voltunk bizonyos emeléseket megtenni. Igaz, több mint 10 éve nem emeltünk térítési díjakat, sem a közlekedésben, sem szociális intézményekben, sem a közétkeztetésben. Tehát alapvetően már mondjuk úgy, hogy ideje volt, de szerencsére eddig megtehette a város, hogy ezeket a térítési díjakat ne emelje. Most viszont nyilván az energiárak miatt azért, hogy tudjuk biztosítani az intézmények működését, muszáj volt bizonyos lépéseket megtenni. Úgyhogy természetesen minden tekintetben nagyon-nagyon várjuk már mindenki, hogy béke legyen és megállapodjon a két ország. Hogy aztán egyébként ez akár az inflációra, akár az energia ára milyen hatással lesz, az gyakorlatilag szerintem ma senki nem tudja megmondani, hogy a háború után mi lesz. Azt azért gyanítható, hogy a korábbi viszonylag alacsony árakra nem fog az energia visszamenni, de hogyha egyébként tartósan egy középszintre be tudna állni, nyilván az a tervezhetőséget nagyban segíteni. Ugye a tervezhetőségről beszéltünk. Milyen visszajelzések érkeztek mondjuk a gazdaság szereplői részéről? Ők hogyan élték meg alpolgármester úr ezt az időszakot? Biztosan voltak velük egyeztetések. Természetesen folyamatosan egyeztettünk a cégekkel. Szerencsére az ipar jól teljesített, nagyon sok megrendelés van és volt 2022-ben, ez látszik az iparüzési adó bevételünkön is, hogy jól teljesítettek e tekintetben is a cégek, ami azt gondolom, hogy közös öröm, hiszen óriási foglalkoztatók az itt működő kis és közép és nagyvállalatok. Ami nyilván őket befolyásolta, az a szankciók miatti szállítási nehézségek, alapanyag kimaradások és későbbi szállítások, és hát nyilván a munkaerő hiány az továbbra is jelen van. Akár több száz üres álláshelyről is beszélhetünk Székesfehérváron, így azért néhány cég már Európán túlról is kénytelen hozni dolgozókat. Én bízom benne, hogy a háború végeztével talán ez is normalizálódni fog. Beszéltünk arról, hogy ugye a gazdaság milyen választ ad. A fejlesztések hogyan alakultak a 2022-es esztendőben? Nyilván ezek több forrásból valósulnak meg. Az is valószínűleg hozzájárulhat a helyzethez, hogy azért a város egy gazdaságilag erős, stabil város. Hogyan alakultak? Mit lehet erről tudni? Nyilván egy költségvetés tervezésekor és elfogadásakor, amit februárban, január végén tettünk meg rögtön utána, ami olyan helyzetben volt, már el is tudtuk indítani
a fejlesztéseket. Nyilván akár az állami, akár pedig a saját önerős beruházásokra, ha gondolunk, szépen zajlik a középiskolai kampusz eredeti címe, most már a Székesfehérvári Oktatásfejlesztési Program, hiszen több intézményben most már a nyílászáró csere is elindult és lassan befejeződik a két gimnáziumban. Gyakorlatilag a kétharmadán túl vagyunk a valamennyi általános iskolának a vizes blokk felújításán, és ott több intézményben már elkészült. Most december végéig 15 intézményre napelemeket tudtunk kihelyezni iskolákra, óvodákra, ami nyilván majd a jövő évi áramszámlákon már látszódni fog szerencsére. 2-3 iskolán teljes energetikai fejlesztést tudunk megvalósítani, hiszen ezek még folyamatban vannak. A Táncsics, illetve a Sziget utcai általános iskola folyamatban van, hamarosan majd a Munkácsi általános iskola is el fog tudni kezdődni. 23 elején a Tóparti gimnázium teljes felújítása is megindul, tehát örülünk neki, hogy ezek az állami forrásból ezek az intézményfelújítások tudnak menni folyamatosan. A multicsarnok épül, ütemterv szerint, úgyhogy 2023 évvége, 2024 elejére azt is be fogjuk tudni fejezni. Szerencsére sok önerős fejlesztést meg tudtunk valósítani, mintegy 200 millió forintot költöttünk az idejében óvoda fejlesztésekre, és hát sok minden látszódott ebben az évben is. Kerékpárutakat, útfelújításokat tudtunk megvalósítani. Még évvégéig Rákóczi út is úgy tűnik, hogy befejeződik, aztán még a Kiskút útja átcsúszik a jövő évre, de akár a Palotai úton, akár a Hosszasító téren kerékpárutakat teljes útfelújítással meg tudtunk valósítani. Úgyhogy sok minden történt szerencsére fejlesztések tekintetében 2022-ben. Azt gondolom, hogy nyilván a 2023-as költségvetés tervezés egy óvatos tervezés lesz majd, hiszen nyilván az állami programok futnak, hiszen arra a forrás nagy részt rendelkezésre áll. A saját erős beruházásokat kell, azt gondoljuk, egy kicsit át gondolni és átütemezni a tekintetben, hogy a fűtési szezont várjuk meg, nézzük meg, hogy hogyan éljük túl idézőesen a január, február, márciust és esetleg az áprilisi időszakot, és azt követően fogunk tudni majd dönteni egyéb fejlesztésekről. De még ami nagy feladat volt ebben az évben, és néhány napot kell már csak várni az átadásra, az a déli összekötő útnak a befejezése. Ugye fizikailag január elejére készen lesz a kivitelező, a különböző engedélyek beszerzése után várhatóan február közepétől pedig már birtokba is vehetik majd az autósok. Ez egy nagyon nagy útfejlesztés, gyakorlatilag nagyon sokáig kell visszamenni ahhoz, akkor hogy... Ezek szerint el lehet majd képzelni azt, hogy akadálymentesebben lehet közlekedni csúcsidőszakban abban a városrészben? Abszolút. Én nagyon-nagyon várom már képviselőként és ott élőként is ezt az utat, mint oly sokan. Azt reméljük, hogy ezzel a Széchenyi-Horváth kereszteződés forgalma az csillapodni fog, hiszen nyilván aki ebből a városrészből, akár az albaipari zónába, akár Öreghegyre, vagy éppen a kórház fele szeretne menni, annak sokkal kényelmesebb és egyszerűbb lesz majd a déli összekötő útnak a használata. Úgyhogy évtizedek óta nem volt zöldmezős útfejlesztése Székesfehérvárnak, úgyhogy ezt is megértük. Közben a Maroshegyi bölcsöde épül. Ugye ez is, ha visszagondolunk, a 90-es évek elejére kell visszamennünk, amikor zöldmezős intézményfejlesztése volt a városnak, a Tóparti gimnázium volt az utolsó, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezt a új, nagyon szép, tágas bölcsödét 2023-as évben meg tudjuk majd nyitni. Szeptemberben fogjuk majd megnyitni ezt az intézményt, úgyhogy jövő évre is lesz sok öröm és boldogság a fejlesztések tekintetében. Még a fejlesztések kapcsán egy gondolat, ugye a napelemeket említette, lehet egy ilyen hívó szó a jövőben, ez az energiatakarékosság, mint kiemelt szempont a fejlesztések vonatkozásában? Abszolút, az elmúlt években is a fejlesztéseknél mindig figyeltünk arra, hogy az épületekről van szó, akkor szigetelés mindenképpen legyen, nyílászáró cserék is nagyon sok intézményben megtörténtek, nyilván a napelem tekintetében is elindultunk, de hát látszik, hogy ebben nagyobb léptékkel kell előre haladni.
Persze fontos szempont az is, hogy a hálózat pedig ezeket elbírja. Tehát nagyon fontos, hogy az állam tudjon a jövő következő egy-két évben a hálózatfejlesztésben jobban előrelépni, hiszen nyilván nagyon sok rácsatlakozó lesz majd napelem tekintetében a hálózatra. Szerencsénkre egyébként az EON a városban az elmúlt egy-két évben nagyon nagy fejlesztéseket hajtott végre. Ugye egy nagy trafóállomás bővítést végzett a Burgundy úton, és hát az EON-nal közösen pedig egyéb fejlesztéseken is gondolkodunk. Nagyon jó lenne elérni néhány éven belül, hogy valamennyi intézményünknél legyen napelem az épületeken, amivel természetesen a áramszámla jelentős csökkentését várjuk. A beszélgetésünk elején már utalt a közösségekre és a közösségi programokra, a közösségi létre. Az idei esztendő talán olyan szempontból mindenképpen fontos volt, hogy előtte éppen a pandémia miatt megszűntek a találkozási pontok, lehetőségek, legalábbis behatárolódtak, sokkal kisebb ilyen lehetőség volt, és azért az idei esztendőben volt példa ilyen programokra. Jók voltak a visszajelzések, hogy látja? Abszolút azt gondolom, hogy a székesfehérek nagyon-nagyon várták már, hogy kinyíljon a város ismét. Szerencsére nagyon sok programot meg tudtunk már tartani, amit 2020-ban és 2021-ben a Covid miatt nem tudtunk megszervezni. Így akár a teljes körű királyi napokra, ha gondolunk, vagy a pünkösdi virágállomra, a gyermekfesztiválra, vagy éppen az idősek napjára és az idősek karácsonyi találkozóira. Nagyon jó volt ezeken a programokon a rengeteg emberrel találkozni, a sok mosolyt látni. Azt gondoljuk, és bátran mondhatjuk, hogy ettől élő egyébként Székesfehérvár. Nagyon-nagyon fontosak ezek a programok, de nyilván akár az egyetemi, akár az iskolai diáktanácsos programok is szép számmal újraindulhattak ebben az évben. Bízunk benne, hogy ez folytatódhat. Természetesen a energiaválság érinti a programokat is, hiszen nyilván sok mindent át kell gondolnunk, kicsit szerényebben kell majd a jövőben is bizonyos programokat szervezni, de szeretnénk a fő programokat természetesen tartani, hiszen fontos, hogy a közösségépítés folyamata az folytatódjon majd 2023-ban is. Az idei év ugye egy emlékév volt, ugye az Aranybullát ünnepeltük, a 800 éves évfordulót, itt is sok-sok olyan program volt, és talán egy kicsit jobban ráirányítottuk ismét az idejében Székesfehérvárra ezzel is a figyelmet. Hát augusztus 20-án Szent István ünnepén a Magyarország köztársasági elnöke csak itt ünnepelt. Valóban, ez is már azt gondolom, hogy régi jogos igény a Székesfehérvárnak, hogy Szent István ünnepén, mondjuk úgy, hogy az állami ünnepek tekintetében fizikailag is jobban kiteljesedjen, hiszen nyilván 1938. augusztusában itt Székesfehérváron döntött arról a parlament, hogy augusztus 20-a Szent István ünnepe. Éppen ezért régóta kérjük, hogy valamelyik közjogi méltóság itt tegyen látogatást, és legyen az ünnep részese. Nagyon megtisztelő volt, és nagyon örülünk annak, hogy köztársasági elnök asszony velünk ünnepelt augusztus 20-án. Bízunk benne, hogy ez nem egyszeri eset volt. Az emlékév számos programokra adott lehetőséget, sőt az emlékhely környezete is megújult. Ez is egy fontos momentuma volt az idei esztendőnek. Valóban, hiszen sok program történt a városban. Akár ha az áprilisi eseményeket említjük, és hát szerencsére egy több százmillió forintos fejlesztéssel pedig az egykori Csúcsoshegy is megújult, és tényleg gyönyörű kialakítással méltó emléket tudunk állítani az Aranybullának. Nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, hiszen tényleg egy nagyon szép sétányt tudtunk kialakítani, rengeteg növényt tudtunk elültetni, ami tényleg szebbé teszi az emlékhelyet, úgyhogy bízunk benne, hogy jövőre is sokan fogják majd látogatni. Ha már a közösségeknél tartottunk, akkor elég csak visszagondolni néhány nappal, néhány héttel ezelőttre az adventi időszakban ismét megtelt élettel a belváros, és együtt készülhettek fel a székesfehérváriak az adventre, lelkileg töltekezhettek, és hát természetesen a karácsonyra is ráhangolódhattak. Hogy látta, milyen volt az az időszak?
Valóban azon nagyon örömteli volt, hiszen azért sok városban csökkentett formában tartották meg akár az adventi vásárt, akár az adventi készülteket. Szerencsére mi meg tudtuk szervezni, nagyon sokan jöttek is. Sajnos azért az időjárás nem mindig volt velünk, hiszen akár a második, akár a harmadik hétvégén is az eső és a szél azért sokakat otthon tartott, de azért bízom benne, hogy méltó módon tudtunk az ünnepre készülni és hangulódni. Nagy öröm, hogy az idősek karácsonyát is meg tudtuk szervezni, és hát örülünk, hogy a kisebb intézményekben, akár az óvodákban is most már végre teljes óvodai ünnepeket tudtak tartani a gyermekek, hiszen nyilván korábban a Covid kapcsán csak a csoportokban ünnepeltek és várták az ünnepet, de szerencsére az idén ez is megvalósult. Sok civil szervezet ünnepelt, és hát amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy az összefogás idén is megvalósult, sőt új köntösbe tudtuk tenni, hiszen nagyon régóta nem történt meg az, ami az idejében, hogy 7 civil szervezet a várossal összefogva egy közös városi adománygyűjtést szervezett, hiszen ez a 7 szervezet mintegy 1200 családot segít az év mindennapján, és nyilván karácsony előtt ez különösen fontos, úgyhogy e tekintetben köszönöm szépen mindenkinek, aki az adományt biztosított és elhozta az Alba Bástyába, vagy éppen az adománygyűjtő helyszínekre elhelyezte. Én azt gondolom, hogy nagyon boldogok voltak a családok karácsony időszakban, hogy ezeket a segítségeket megkapták. Nyilván fontos lesz, hogy rájuk januárban és februárban is figyeljünk, hiszen nyilván az ünnepek után, amikor azért nyilván a lehetőségek már szűkösebbek, hiszen karácsony azért nagy anyagi terhet ró a családokra, fontos, hogy januárban és februárban is, amikor nyilván a úgymond szürke hétköznapok és a hideg időszak van, hogy figyeljünk egymásra. Úgyhogy reméljük, hogy lesz olyan lehetőségünk, hogy az adományosztást tovább tudjuk majd folytatni ezekben a napokban is. Ugye igazgatási szünet van december 22-e és január 9-e között. Hogy tudott elvonulni, hogy tud ilyenkor élni Mészáros Attila magánember ezzel a szünettel, illetve hogy telt a karácsony? Hát egy kicsit furcsa, mert hogy ilyen hosszú idő régóta nem adatott meg, és hát nyilván azért a telefon és a számítógép ott van a közelben, hogyha bármi adódik, de azt gondolom, hogy fontos, hogy kihasználjuk ezt a néhány napot arra, hogy egyrészt kipihenjük az évet, és talán kicsit előre is pihenjünk 2023 tekintetében, hiszen nagyon sok kihívás és feladat vár ránk jövőben is. Hát ilyenkor nyilván a családdal és a barátokkal tölti az ember a legtöbb időt. Én is igyekszem ilyenkor meghívni mindenkit lakásomba és a baráti társaságokkal közösen ünnepelni, ilyenkor van idő kicsit főzni, sokat beszélgetni, együtt lenni. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy karácsonykor amennyire csak lehet tudjunk egy kicsit elcsendesedni, együtt lenni, hiszen ez ad komoly töltekezést a következő időszakra. Amikor erről a találkozóról egyeztettünk, akkor arra kértem, hogy hozzon magával valami dolgot, valami tárgyat, ami fontos. Igen, sokat gondolkodtam a felkérés kapcsán, hogy mit hozzak. Én alapvetően nem vagyok egy materialista beállítottságú, tehát nem kötődöm tárgyakhoz, inkább személyekhez és érzésekhez kötődöm, de azért az autómban van egy-két olyan dolog, ami szívemhez közel áll, hiszen azért sokat utazom, akár nyilván programról programra a városon belül, vagy éppen tárgyalásra a városon kívül is. És az autómban lóg egy számomra fontos tárgy, én ugye vallásos ember vagyok, és igyekszem is azt szerint élni, és Mária Cellben jártam néhány évvel ezelőtt, ami nyilván egy fontos Mária zarándokhely és kegyhely Európában, és tőlünk nincs is olyan messze, és ott vásároltam ezt a nagyon szép rózsafűzért, amely ott vigyáz rám az autómba, úgyhogy ez egy fontos tárgya számomra, de még egyszer, nem is maga a tárgy fontos, hanem amit ez jelképez számomra. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztotta velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget. És köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is, és mindenkinek még a hátralévő időszakban jó pihenést kívánok, és 2023-ra pedig nagyon sok egészséget, ami nyilván a legfontosabb, és ha lehet, egy békés, nyugodt évet mindannyiunknak. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, ünnepi beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.